Élmények, kikapcsolódás, feltöltődés. Ezt kínálja majd a Miskolc-Tapolcai Ellipsum strandfürdő. A komplexum elkészült, a világjárvány miatt azonban egyelőre nem lehet tudni, mikor nyithat meg. Közép-Európa egyik legnagyobb wellness centruma mérföldkő Miskolc turisztikai életében. A 4 évszakos fürdő minden korosztálynak igazi élményt kínál. A Miskolci Fürdők Kft. Ügyvezetője elmondta, bízik benne, hogy ezt nem sokára a látogatók is megtapasztalhatják. Víz nélküli medencék, üres pihenőszékek, csöndes csúszdák. Közép-Kelet-Európa egyik legnagyobb wellness centruma, a Miskolc-Tapolcai Ellipsum élmény és strandfürdő műszaki átadása már tavaly évvégén megtörtént. A nyitás azonban várat magára. A világjárvány miatt egyelőre nem lehet tudni, mikor fogadhat vendégeket a komplexum. Ha azonban megnyithat, minden korosztálynak tartogat majd élményeket. A 4-es épületben helyezték el a csúszdákat. Érdekessége, hogy 3 csúszda közül mind a 3 az épületből indul, és az épületben végződik. 3 féle csúszda, az egyik az VR szemüveges csúszásra alkalmas, a másik az ilyen versenycsúszásra, tehát különféle fénypontokat lehet majd megérinteni, és ennek a számolásával, illetve a gyorsasággal versenyezni lehet, illetve a harmadik az úgynevezett fánkos csúszda, mely ebben a nagy dobban fordul majd meg, és csúszik vissza be az épületbe. A bizonytalan helyzet miatt egyelőre a benti medencékben sincs víz. Az 5 ellipszis alakú épületben valamennyi korosztály külön részleget kapott. Van sakk, pezsgő, élmény és wellness medence, a legkisebbeknek pedig gyerekmedence és vizes játszótér is. A beruházás azt elkészült, valóban a medencékben most nincsen víz, kollégáinkkal előkészítő munkákat végzünk a vendégek fogadására, és alig várjuk, hogy a pandémiás helyzet végén vendégeink jöhessenek hozzánk. A fürdő a tervek szerint nyáron 5000, télen több mint 1000 vendég fogadására lesz képes. Ha megnyithat, a remények szerint éves szinten mintegy 250-280 ezer új látogató érkezhet Miskolcra. Ez azt jelenti, hogy megduplázódhat az eddigi vendégforgalom az üdülő területen.